Nagy tisztelettel köszöntjük az Ultrahang kedves hallgatóit, ez a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, akivel ezúttal Veszprémben vagyunk, az Ultrahang közönség találkozóján. Itt fog válaszolni a hallgató kérdésére. Szerbusz tanár úr, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kedi Csokrom, mi estét kívánok, szia! Nem kell a tasmájszem, meg volt. Boldogan válaszolok bármilyen kérdésre, ha tudok, ha nem, akkor majd megmondom, ígérem. Ebből a tapsból azt hiszik, hogy hárman ülnek a nézőtéren. Ügyesebb, mint én, nagy jövő áll előtte. Én azt akartam, nem igaz, hogy 3-4-en ülnek, de ezek után már nem mondhatom. Továbbra is várjuk a hallgató kérdését a kérdés.ultrahang@gmail.com e-mail címre, illetve arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hiszen így folyamatosan gyarapodik a közösségünk, és kapnak értesítéseket is az újabb és újabb videóinkról. Nagy öröm számunkra egyébként, hogy már több mint 67 ezeren iratkoztak fel, és közelítünk a 68 ezredik feliratkozóhoz. És örömmel fogadjuk a támogatásokat is a képernyőn látható bankszámlaszámokon, akik támogatnak minket, arra kérjük, hogy küldjék el az e-mail címünkre, a kérdés.ultrahang@gmail.com-ra az e-mail címüket, és mi pedig többek között ennek a veszprémi előadásnak is a vágatlan teljes verzióját rendelkezésre bocsátjuk. A közönség tudja tanúsítani, hogy itt már nagyon komoly dolgok hangoztak el a bejelentkezésünk előtt is. Ezek voltak tehát a szolgálati közlemények, ja, és még egy, hogy lehet újra rendelni Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit, erről részleteket a leírásban találnak. És akkor most az orosz-ukrán háborúval fogunk foglalkozni, ami most már több mint 2,5 hónapja tart. Ma komoly tárgyalások voltak, telefonon egyeztetett egymással Putyin és Scholz, ahol többek között Putyin azt mondta, hogy Ukrajna miatt nincsenek béketárgyalások. Erre aztán később Zelenszky nyilatkozott úgy, hogy kész tárgyalni Putyinnal, de csak vele. Számítasz arra, hogy lesznek a közeljövőben akár végre orosz-ukrán vezetői szinten, tényleges vezetői szinten tárgyalások? Lehet, de itt néhány dolgot látni kell. A Zelenszky azt csinálja, amit mondanak neki. Kettő. Én nem tudom, ki mennyire tud itt németül. A Scholzék kiadtak egy kormánynyilatkozatot. 5 pont. Nekem otthon megvan. Az 5. pont az, hogy nyitva kell hagyni a tárgyalásokat Moszkvával. A németek tökéletesen látják, hogyha a háború elhúzódik, Oroszország meggyengül, az USA meghódítja Európát. A szó legpozitívabb és legnegatívabb értelmében egyaránt. És a Scholz sem akarja ezt, a Macron sem akarja ezt. A lengyelek, a britek ennek nagyon örülnének. Európa egy része nem. Bocsi, 2 nappal ezelőtt az olasz miniszterelnök elment Washingtonba, és a Fehérházba kijelentette, hogy a háborút be kell fejezni, Olaszország nem tud meglenni orosz gáz nélkül. Szlovákia volt miniszterelnöke, Fico bejelentette egészségére, hogy kell a béke. 2 nappal ezelőtt 100 ország miniszterelnöke, Kretschmann azt mondta, hogy hülyeség az embargó, nagyobb kárt okoz Európának, mint a oroszoknak. Teljesen igaza van. Megjegyzéseim. 1. Ha tudnak jól németül, a Hamburgi Egyetem kiadott egy könyvet, az a cím, hogy embargó, ahol kimutatják, hogy a világ történelem minden embargója megbukott. Kijátszották. Én írtam egy könyvet Talleyrandról, kint van, most félretettük, majd a végén kiviszem, ahol Napóleon aláírta a kontinentális zárlatról szóló törvényt 1806. augusztusában. 2 mondat. 1. A brit szigeteket zárva alá veszem, 2. A brit szigetekkel mindennemű tevékenységet betiltok, Napóleon. Másnaptól kijátszották a zárlatot. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. A Lavrov megmondta, hogy ettől kezdve fog jönni az orosz gáz, csak valamilyen közvetítőn keresztül, és ettől kezdve drágább ér. Tehát ezek nagyon összetett kérdések. A másik mai találkozó az pedig, vagy hát találkozó, szóval ott még nem tartunk, de telefon az az orosz védelmi miniszter és az amerikai védelmi miniszter. Nagyjából, amennyire olvasom, semmi értelme nem volt. Ugye Lloyd Austin azonnali tűzszünetet sürgetett Ukrajnában, és hangsúlyozta a kommunikációs vonalak fenntartásának fontosságát, és tulajdonképpen ennyit tudunk, de itt az azonnali tűzszünetnek miért nincsen egyébként realitása? Van realitása, de egy dolgot látni kell. Pár héttel ezelőtt megnyitották a forró drótot az orosz és amerikai vezérkar közt, hogy bármi történik, tudjanak egymással konzultálni, nehogy kitörjön véletlenszerűen egy harmadik világháború. Azonnali tűzszünetbe az oroszok belemennek, de az azt jelenti, hogy ők elég komoly ukrán területeket megszálltak.
olyan területeket, ahol orosz többség van. Na most ettől kezdve a tárgyalások nehezek lesznek, mert Ukrajnát 40 nyugati ország fogja támogatni, és özönlik oda a fegyver. Tehát a Austin kijelentése az volt, hogy azonnali fegyverszület, orosz védelmi miniszter pedig ebbe belemegy, de az ukránok ezt nem fogadják el magyarul. A Kievben lévő amerikai tanácsadók azt mondják, hogy a háborút folytatni kell. Jelezni szeretném, hogy az orosz előnyre nyomulás a napi 5-8 kilométer minden, csak nem katonai siker. Az előbb említetted, hogy máshogy áll ehhez a háborúhoz Franciaország és Németország, illetve máshogy áll ehhez a kérdéshez például Lengyelország. Emmanuel Macront beiktatták, és egy nagyon érdekes dolgot nyilatkozott utána, hogy egy új politikai szervezetet kellene létrehozni az európai demokráciák egyesítésére, és ő is azt mondja, hogy annak nincs realitása, hogy Ukrajna évtizedeken belül az Európai Uniónak a tagja legyen, de hát csináljunk egy másik szervezetet, amiben az országok bemennek, ott majd különböző érdekek mentén együttműködnek, és ennek már akár tagja lehetne Ukrajna is. Mennyire lehet komoly ez a szervezet? Tehát Macronnak azért vannak folyamatosan Európa és az európai egyesítést illetően ötletei, például a közös európai hadsereg felállításával kapcsolatban. Szóval ez a sztori, ez most szerinted mit jelent? Elég sok mindent mondtál, próbálok gyorsan válaszolni. Európai közös hadsereg. Ha valaki tud angolul, legyen szes, olvass el Albright amerikai volt külügyminiszter könyvét, aki azt írja, európai hadsereg lehet, csak olyan legyen benne, ami nincs a NATO-ba, semmi duplázódás, semmi olyan, ami az amerikai hadseregben már megvan. Na most ettől kezdve én nem tudom, milyen európai hadsereg lehetséges. Második megjegyzés, Macron. Volt egyszer egy De Gaulle nevű vezetője Franciaországnak, talán idősebbek emlékeznek, aki azt mondta, hogy Franciaország nem Franciaország, ha nem áll az élen. Ma nem áll az élen. Aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti-óceántól az Uralig terjed, mondom magyarul, az USA nem európai hatalom. Ebbe sem menjünk bele, mert a helyzet azóta alapvetően változott. Következő. Bocsi, hoppá, első könyvet mondhatom? Tessék már nekem megmondani, Franciaország milyen incidens nyomán lépett ki a NATO katonai szervezetéből? Jelentkezni. Jó, első könyv az enyém. A Pierotti incidens után, ahol a francia atomközpont fölött rendszeresen megjelentek kémrepülőgépek. És De Gaulle azt mondta, a következőt vagy lehozni, vagy lelőni. Lehozták. Kiderült, hogy nem szovjet gép volt, amerikai. Óriási botrány volt belőle. Következő. Mi a macroni elképzelés, hogy Franciaország vezesse Európát? Mi a probléma? Nincs hozzá tőkéje. A németek Európa vezető hatalma. Én mindig elmondom, hogy volt egy film régen, Ítélet Nürnbergből, elhangzott egy mondat, Berlin, Németország, Németország, Európa. Ez ma is tökéletesen igaz. Tehát máshogy fogalmazva, a macroni elképzelés az, hogy hozzunk létre egy laza, egy európai együttműködést. Bocsi, ez kb. 10 nappal ezelőtt egy európai külügyminiszter javasolta, az ukránok úgy neki mentek, hogy 24 órán keresztül a Zelenszkij ezt szitta, ez az osztrák külügyminiszter volt, akire nem lehet elmondani, hogy hülye, aki profi, aki azt mondta, hogy Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja, lépjen be egy ilyen szervezetbe. A Macron nem merik lehülyézni, mert nagy hatalom vezetője, de az osztrák külügyminiszternek neki mertek menni. Iszonyú érdekes. Tehát a válaszom az, hogy a macroni elképzelés baromi jó téma, egy egyetemi órán megbeszéljük a szemináriumon. A valóságban nagy realitása nincs, mert Ukrajna be akar lépni a NATO-ba. Már elfogadták, hogy ez lehetetlen, és az Európai Unióba. Itt még tárgyalások vannak, szerintem belátható időn belül nem tud belépni, zárójel. Mit mondott Zelenszkij egy nappal ezelőtt, hogy az amerikai külügy és védelmi miniszter Kievbe ment? Én nem tortát várok, hanem nehéz fegyvereket. Mit mondott az amerikai védelmi miniszter? Nem adunk nehéz fegyvereket, és nem garantáljuk az ukrán légteret. Mit mondott Zelenszkij? Mi meg tudjuk védeni. Szóval nagyon érdekes, hogy a Zelenszkij politika két nap alatt kétszer változott. Nekem az idézőjelben volt érdekes, amikor a krimi háború kezdetén két hét alatt három vezérkari főnöke volt Ukrajnának, és a ukrán haditengerészet főnöke a kinevezés után percekkel átállt az oroszokhoz. Tehát itt van néhány meglepetés. Igen. Ami még Macronnak egyébként ebben érdekes mondata volt, hogy és ebbe a szövetségbe egyébként nagy szeretettel várjuk az Európai Unióból kilépett országokat is. Hát ilyenből meg nem sok van, ugye Nagy-Britannia. Nagy-Britannia, csak itt megint hosszan kéne beszélni, gyors leszek. A britek kiléptek az EU-ból, hosszú a sztori. Mit vártak el? Teljes amerikai támogatás Európa ellenére. Nem kapták meg. A Trumptól se és a Bidentől se. Tehát most a brit politika egyfajta légüres térben mozog, hihetetlen ügyesen. Skótok ki szeretnének
szeretnének lépni. Észak-Írországban vannak a napi botrányuk, nem térek ki, majd ha kérdeznek boldogan. Wales nagyon komolyan gondolkodik azon, hogy függetlenség, igen, nem. Tehát a brit korona egy kicsit inog. Én óvatos kell, hogy legyek, mert most meghívtak a brit királynő születésnapi alkalmából a fogadásra. Szeretnék elmenni, nem akarom, hogy visszavonják a meghívásomat. Meg reméljük, hogy még meg lesz a korona. És a királynő is. Minden jót kívánok komolyan ő felségének. Szóval nehéz azért 90 év fölött, hogy valaki elveszti a férjét, akivel egy életen át boldogan élt. Mikor én angolt tanultam egyetem előtt, akkor első órákon azt tanultam, hogy a káposztafejnek nevezte a Fülöp a feleségét, és a süketnémák le tudták olvasni a szájáról, hogy káposztácskám, akkor ez egy jó sztori volt, ez egy párnapos sztori volt. Igen. A másik, amivel még mindenképp érdemes lenne foglalkozni, hogy már korábban lehetett azt hallani, hogy Oroszország elzárja az Európába érkező gázt a Jamal gázvezetéken keresztül. Ugye ez egy szankció gyakorlatilag, mert hogy Lengyelország nem hajlandó rubelben kifizetni ennek az összegét. Illetve azt is lehetett hallani, hogy a másik oldalról Ukrajna egyik megyében meg az ukránok zárják el a gázszállítást. Lehet-e ebből már rövid távon is probléma? Már van néhány megjegyzés. Egy. A lengyelek és bolgárok fölmondták oroszokkal kötött szerződést. A lengyeleknél ez nem probléma, mert alig vettek orosz gázt. A bolgárok a igényeik döntő-döntő részét oroszoktól kapták, tehát ez egy nehéz kérdés. Második megjegyzés. Hát Európában van egy ország, Németország, amelyik megépítette orosz és nyugati tőkéből az északi áramlat kettőt. Mi a vezeték jelentősége, hogy elkerüli a szárazföldi országokat, tenger alatt jön, nem tudnak beleszólni az ukránok és lengyelek? Mit csinált Merkel? Helyhiány miatt nem jött le a sajtóba. Elment a Trumphoz, akit gyűlölt. Ha egyszer elolvassák a most Merkelről megjelent német iratokat, benne van, hogy 4 évvel ezelőtt vissza akart vonulni Merkel, azt mondták, ne vonuljon vissza, ő az egyetlen, aki tudja kezelni Trumpot. Nem tudta. Az első tárgyaláson a Trump, aki olyan volt, amilyen, elővett 2 szembombont, odadobta, szóval itt van Angie, nem mondta, hogy nem kapsz tőlem semmit. Hát a Merkel kiborult. Jó. Adott néhány milliárd dollárt az amerikaiaknak, mire az amerikaiak belementek, hogy a vezeték működhet. Igen, de kitört a háború, jött egy új amerikai elnök, az amerikaiak közölték, hogy orosz gáz nem. Lezárták az északi áramlat kettőt úgy, hogy egy csepp gáz nem jött rajta. Ukránok, hát Ukrajnán keresztül ment a vezeték, kaptak ebből pénzt. Most közlik az ukránok, hát fantasztikus, nyilván éjszaka rájöttek, hogy az egyik vezeték a Donbasszon keresztül jön, ez Donetsk-Lugansk. Ezt ők nem hajlandók tovább finanszírozni, engedni, mert nyilván a Donetszki és Luganszki területen ezzel a vezetékkel bármi történhet. Ne menjünk rá, ha nekem adtak volna 1/2 órát is egy kis készpénzt, én mondtam volna 5 jobb érvet, de hát engem nem kerestek meg az ukránok, ez az ő bajuk, és ezt a vezetéket lezárták. Ez adta a Németországba jövő gáz egy nagyon jelentős részét, egyes információk szerint 1/3. Tehát most a gázzal tényleg rendkívül komoly problémák vannak. Nyugat azt mondja, hogy 2 éven belül meg kell oldani a kérdést, Oroszország nélkül. Meg lehet oldani, csak sokkal többe kerül, és hát Európát sújtja, zárójel. Ha én, mint Európa, amerikaiaktól veszek pallagázt, 1 ki vagyok szolgáltatva, 2 sokkal drágább, 3 lecsökken a versenyképességem, ettől kezdve pozíció elejénybe kerül az USA és Kína. Következő, van egy bűbályos svéd kislány, aki a világon minden környezetszennyezés ellen tiltakozik. Ha adnak egy papír zsebkendőt, én 3 könycseppet elmorzsolok, mert olyan szép a tevékenysége. A von der Leyen januárban rendelt 120 hajónyi pallagázt az USA-ból. Iszonyúan szennyezte az óceánokat. Egy szóba tiltakozott bárki. Hogy van ezt tessék mondani? Pont. Még egyszer, Oroszország ebben a háborúban agresszor. De a nyugati politika egy picit, maradjunk annál a kifejezésnél, hogy furcsa. Néhány hallgatói kérdés, és utána már tényleg a nézőké a szó. Tisztelt tanár úr, az a gondolat fogalmazódott meg bennem az amerikai fegyverszállítások kapcsán, hogy ez csak egy pénzügyi machináció. Az USA vezetése megszavazza az állami pénzek kifizetését, melyből magánfegyvergyárak profitálnak. Így az állami pénzekből jó részt ki lehet venni és magánosítani. Lehetséges-e, hogy ez is áll a hátterében ennek a fene nagy segítségnek? Nem lehet az, hogy ezek nagy része meg sem érkezik az adott helyre. Remélem, mi hamarabb helyreáll a béke, és láthatjuk személyesen is önt előadni a mi csodás Beregszászunkon. Üdvözlettel András Kárpátaljáról. Néhány megjegyzés. Köszönöm a kérdést. Elég gyakran járok egy püspökkel Kárpátaljára, és viszünk segélyt. A helyzet iszonyú.
tehát pocsék. Olyan nyomor van, olyan magyar ellenség van, amit az ukrán vezetés szít és eltűr. Elnézést, magyar vezetőket vettek halálistára. Egy szó ukrán tiltakozást én erről nem hallottam. USA. Az USA-ban a fegyverek le vannak zsírozva. Mit csinál egy vezetés? Azt mondja, én átadok most ennyi tarackot, ennyi páncélozott szállító harcjárművet, stb. Mit adok át? Soha nem az első vonalat, mindig a másodikat. Ezzel a világon mindenki így van, mielőtt rákérdeznének. És ezt újra le tudom gyártatni költségvetési pénzből, és ezzel az amerikai hadipart támogatom. Ez a világon minden ugyanígy működik, mielőtt rákérdeznek. Pont. Következő kérdés. Oroszország és Németország nem látja, vagy nem akarja látni annak a kérdésnek a lehetőségét, hogy mi lenne, ha a német tőke egyesülne az orosz ipari munkaerővel, amely az oroszok által aztán magával húzná Kínát is. Nagyon érdekelne a tanár úr válasza erre a kérdésre, főleg az, hogy miért a nem lesz a válasza. A csatorna kiváló, sok sikert a továbbiakban, üdvözlete József. Fél mondata nem stimmel, minden más stimmel. Oroszország nem húzhatja magával Kínát, mert Kína fő ellenségének az USA-t és Oroszországot tekinti egy-kettő. Kína olyan tőkegazdagságban van, a világ tőkének, valutatartalékának egyharmada kínai kézen van, ő nem tart igényt európai tőkére. Ha lesz egyszer egy meghívásom, én boldogan beszélek arról, hogy a kínai-európai kapcsolatok ma hogyan működnek. A kérdés iszonyú érdekes. 2 percet kérek, és nem akarok történburát tartani. 1922. áprilisában egy olasz kisvárosban, Rapallóban hívják a vesztes Németország és a forradalom utáni Szovjet-Oroszország delegációját. A nyugat mindkettőt meg akarja alázni. Éjszaka pizsomába, ez a pizsomás tanácskozás. Leülnek az oroszok és németek, és megállapodnak. Európa örjöng. De amikor az oroszok és németek megállapodnak, akkor Európának nagy mozgástere nincs. Ma nem lehet az oroszokkal megállapodni, ezt Nyugat-Európa és az USA nem tűrni el. A német tőke, ami a kérdésben benne van, meg tudná oldani, az orosz nyersanyag és a német tőke csodákra lenne képes, de ez ma elméleti lehetőség, gyakorlati realitása nincs. Zárójel. Egy ország maradt ott Oroszországba, és nem vonta ki az embereit. Melyik ez az ország? Egy könyvér. 3 választ fogadok el. Gyerünk! Igen, ön nyert. Mehet a gratulálunk. Tapsoljuk meg. Azt hittem, enyém lesz a könyv. Előre megbeszéltük, hogy Franciaország is a könyv felét odaadja utána. Első 100 oldal az övé, a többi az enyém. Igenis. Akkor ide kérdeznék egyet, hogy az ember azt gondolná, hogy azért alapvetően a pénz mozgatja a világot. És tudom, hogy van a 3P, de azt most nem mondjuk el, mert a nejed a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá. A 3P-ből 2 elmondható, a pénz és a pia. A harmadikat elfelejtettem. Igen. Szóval, hogy én meg úgy látom, hogy most itt az egész világban ez a konfliktus ketté válik. Van, aki a pénzügyi érdeket nézi, és van, aki látszólag az ideológiai alapon közelíti meg ezt a kérdést. Tehát, hogy Ukrajnát úgy segítjük, hogy szankciókat hozunk, ami nekünk pénzügyileg fáj, de a lelkünk jobb lesz tőle. Nagyjából ezt érzékelni. De hogy a ideológiai rész is a pénzről szól, vagy az tényleg ideológia? Rengeteg ideológiát gyártanak. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én elvégeztem a közgáz nemzetközi szakát. Ami könyv a kezembe került, mindig elolvasom. Kapok legalább napi 30 e-mailt. Ezek egy része kifejt elméleteket. Én végigolvasom. Meg is válaszolom. Akkor is, ha rendkívül gyagya dolgokat írnak le, de hát én megválaszolom. Utána végeztem egy történelemszakot. 74-ben apám kérésére doktoráltam, mert azt mondtam, hogy a doktori egy baromság, mert mondta, hogy egy ember 5000-re megírja a doktorimat, mondtam, állj 5000-re, én is megírom, megírtam apámtól, megkaptam a pénzt, így lettem doktor. Utána 86-ban kandidáltam, utána elvégeztem a Német Vezérkari Akadémia kurzusát, a NATO iskolát, 97-ben, jól emlékszem, professzor lettem, letettem. Rengeteg ideológiai kérdéssel találkoztam. Ezek nagyon nehezek. Tehát ma az ideológia, csúnyát mondok, alá van rendelve a politikának. Tehát én előjöttek a világ legszebb ideológiával, hogy szeressük egymást. Ennek semmiféle realitása ma a világon nincs. A Kant Örök békéről című könyve, a világ egyik legszebb könyve, semmi realitása nem volt, nincs és nem lesz. Tehát ma ezt a világot meghatározza a pénz, és ehhez jártanak ideológiát. Elnézést. A rendszerváltáskor kijött egy könyv, ami világsiker volt, majd megbukott. Kiírta a könyvet, következő könyv, 3 jelentkező. Gyerünk!
Helyes. Fukuyama. Na, a Fukuyama azt írta, hogy mi a könyv címe? Hát a történelem vége, aminek az volt a lényeg, hogy véget ér a harc, a világ egységes, boldog és szeretjük egymást. Gratulálok, taps! Ki mondta? De a címed, nem? Ez volt a kérdés. Bocsi. Megoldjuk. Megoldjuk. Ha fiú, akkor ő hozzám megy, ha lány, akkor én hozzám. Ki mondta a címet? Akkor viszem. Ez a különbség köztünk, ő humanista. Taps, gratulálunk. Következő. Szóval Fukuyama. Következő. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, az ideológiák kérdése. Tessék megnézni, hogy hány ideológiát dolgoztak ki. Hát az én gyerekkoromban, fiatalkoromban minden 4 éve volt, attól függ melyik ország, egy pár kongresszus. A következő kongresszuson teljesen új elveket dolgoztak ki. Tessék megnézni most az amerikai elnököket. Hát egy Trump-féle elképzelés teljesen más volt ideológikusan, mint egy amerikai Biden-féle elképzelés. Egyik rosszabb, mint a másik, mielőtt rákérdeznek. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Merkel után van egy óriási űr a német politikában. Ezt mindmáig nem tudták kidolgozni, és a német külügyminiszternek volt egy mondata, Annalena Baerbocknak, ami nekem nagyon tetszett, hogy én jogi egyetemet végeztem, de a parasztudvarból jöttem. Ez egy jó duma. Én egyébként 3 pontban összetudom foglalni Nógrádi György ideológiáját. Ajaj. Én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, 2 önnek tökéletesen igaza van, 3 voltam már Veszprémbe, és a hívnak szívesen jövök. Köszönöm, most szeretnék elhatárolódni magamtól is. Igen. És akkor a mai hallgatói utolsó kérdés, utána pedig a közönség kérdezhet. Tiszteletem, egy a Taléron című könyv nagyon érdekes és izgalmas. Ez az első könyv, amit a tanár úrtól olvasok. A második a 40 év alatt a föld körül lesz. 2. Állj, mindegyiket kint meg lehet venni. A Taléron könyvéként zseniális. Tehát amit ez a pali életében megcsinált, hogy az orosz cár nála lakik, 2 együtt határozzák meg a bécsi kongresszusnál Európa sorsát, hogy életében mindig mindent elárul, azt mondja, mindent Franciaországért tett. De amikor Franciaországban van, akkor a teljes államkincstárt ellopta. Hihetetlen az élete, igen? Egyébként nálad lakott már világvezető? Nem értettem. Nálad lakott már világvezető? Hát a lányom igen, még nem az. A válaszom az, hogy nálam nagyon sok vezető politikus volt. Én zsinórban meghívtam a német 4 csillagos tábornokokat. Hihetetlen értelmesek voltak, nagyon szerettem őket. Ezek a vezérkari főnökök, de a II. Világháború óta ezt a szót, hogy vezérkar nem lehet használni. Ezért azt mondják, hogy főinspektor, generálinspektor németül. Nagyon szerettem őket, ezek nálam voltak. Nagyon szerettem a NATO közép-európai főparancsnok helyettesét, a Kielmanszeg tábornokot, aki azt mondta, hogy ő arra vigyáz, hogy egy német család 10 000 szóval éli le az életét, ők 30-40 000 szót használnak. Hihetetlen kultúrát volt. Fantasztikus volt a Bagger tábornoktól kezdve mindegyik, és jó volt velük 4 szem közbeszélgetni. Igen? És akkor a kérdés, vajon ha véget ér a háború, akkor milyen gyorsan fognak visszaállni az oroszokkal a nemzetközi export-import kapcsolatok? Elképzelhető, hogy az oroszok bedurciznak, és máshova adják el az exportcikkeiket, cserben hagyva az ukránokat támogató Európát? Továbbra is szép napot, egy felvidéki hallgató, Lajos. A válaszom az, hogy ez benne van a pakliba. Tehát azért annyit látni kell, hogy az oroszok nem azok, akik könnyen megbocsájtanak. Hát most azok az országok, amelyek eddig ki voltak szolgáltatva nekik, azok most zsinórba elzárják a kőolaj és gázcsapokat. Az oroszok számára a lehetőség ezt eladni Ázsiába, de ez idő és pénzveszteség. Soha nem fogják megbocsájtani, de nyilván mindkét félnek szüksége van a másikra. Az oroszoknak az európai technológiára, az európaiaknak az orosz nyersanyagokra. Bocsi, az amerikai következő könyv. Amerikai atomerőművek milyen nyersanyaggal működnek? Túrót, milyen urán? Jó, nagyon sokan válaszoltak, tehát a könyv az enyém. Orosz-ukrán uránnal, és az orosz gépek, mit az Isten, ezekkel beszállhatnak Amerikába, különben nem tudnának működni. Na akkor fölteszek még egy kérdést. Jelentkezünk, nem közbe kiabálunk. Trumpot
a választások előtt néhány héttel le akarta mondatni a saját pártja, a republikánus párt, hogy alkalmatlan kit akartak helyette indítani. Kezed föl. Na ne. Igen? Nem értem. Nem. Ő a másik csapatban van a demokratáknál. Mike Pence kiváló. Nem, kettő, még egyet elfogadok. Ki? Kiváló, ő is a másik csapatban van. Condoleezza Rice, könyv marad. Te jössz. Hát ezek voltak a mai kérdések és válaszok Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Kedves tanár úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt a hallgatók rendelkezésére álltál. Most a nézőktől elköszönünk, köszönjük a figyelmet, mi meg maradunk, mert hogy a hallgatók kérdeznek már, mint a veszprémi kétlábú járó közönségünk. Köszönjük a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánunk, viszont hallásra.